A Magyar Atlétikai Szövetség az elmúlt évben írta ki először a Szuperliga sorozatot, amelynek hat állomásán pontokat gyűjtenek a versenyzők, a fináléban pedig számunként a 8 legjobb atléta méri összetudását. Az idei döntőnek szombaton és vasárnap Debrecen ad otthont. A 14 fő számláló nyíregyházi küldöttségből 4-en képviselik a dobószakágat. A szezon vége felé közeledünk, tehát azt jelenti, hogy már nem igazán vagyunk csúcsformában, de nem is engedtünk le, hiszen még hátra van a csapatbajnoki döntő is, ahol nagyon fontos a jó szereplés, és próbáltuk a formát átmenteni. 4 emberem indul, ugye Szikszai Róberttel kezdeném. Sajnos ugye nyerési esélye nincsenek, hiszen az olimpiai ezüstérmes Kövelgó Zoltánt megverni nem tudjuk, de utána bármi történhet, illetve Kápler János szintén diszkoszvetésben, ők ott a dobogó és a dobogó közeli helyen fognak végezni. A lányom Kerekes Dóra, ő sem sajnos az első helyért nem küzdhet, hiszen Máton Anitát, aki most nagyon szerepelt a világbajnokságon, diszkoszvetésben is nagyon jó, ezért a második hely a cél, illetve Kerekes László, aki egész évben nagyon jó teljesített, ott volt mindig az első háromban, most egy pici derék problémával küzdik, de szerintem most is dobogóra várom őt is. A nyíregyházi versenyzők közül a 100 és 200 méteren induló Ónodi Dávid, a 10 kilométeres gyaloglásban rajthoz álló Helebrant Máté, valamint a magasugró Bakosi Péter számít aranyesélyesnek.